Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kivetésnél. Arra a kérdésre, hogy mi foglalkoztatja őt, min töpreng el, ez a felső kártya adja meg rá a választ. Ezen látható egy uralkodó. Az lehet, hogy valaki megpróbál uralkodni rajta. Ez lehet az anyukája, a testvére, az ex-feleség, vagy valaki a munkahelyen. Tehát mindenki másképp éli ezt át. Ez a kártya utalhat arra is, hogy ő nagyon magabiztos, és megpróbál rajtad uralkodni, vagy parancsolgatni neked. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy ő kezébe veszi a dolgokat. Uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmei felett, uralkodik a helyzet felett. És ha vannak támadások, akkor megvan az ereje és a bátorsága ahhoz, hogy védje magát, vagy nemet tudjon mondani. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ezen a képen láthatunk egy királynőt, és ez a királynő uralkodik a kelyhek felett. A kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és az utal az érzelmekre, de az intuícióra is. Megvan nála ez a belső erő, ez a forrás, és ő hallgat a belső hangjára, az érzelmeire. Amit még ez a kártya mutat, hogy te vagy ez a királynő, és ő ezt érzi belülről, megvannak a mély érzelmek köztetek. A kérdés csupán az, hogy ő beszél-e erről nyíltan, vagy megtartja ezt magának. És erre utal a következő kártya. Mielőtt ezt megnéznénk, szeretnék közölni veletek valamit. Ti kérhettek tőlem egy személyes jóslást álnéven. A díjam 3500 forint, az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled. Ezen a képen látható egy bot. Ez vagy az övé, vagy a tiéd. Ha az övé, akkor ő mutatja azt, hogy megvan a bátorsága arra, hogy védje magát. Itt lesz egy új kezdet, kezébe veszi a dolgokat, utal lelkesedésre és testi kapcsolatra is. Amennyiben ez a bot a tiéd, akkor az arra utal, hogy neki megvannak az elvárásai, hogy te légy aktív, vagy védd magadat, mutasd ki az erődet, a bátorságodat, a lelkesedést és egy testi közelséget, hiszen ezt is szimbolizálja a tűz eleme. Visszatérve az első kártyára, mint említettem, előfordulhat az, hogy ő megpróbál uralkodni rajtad, parancsolgat neked, ezek kihívások, és elvárja tőled, hogy te védd magadat, vagy tudj nemet mondani. Ezt nem közli, hogy mit akar, hanem provokál téged. És most megtekintjük a középső kártyát, ami gyakran a megoldásra utal. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, amit neki most rendeznie kell, vagy elvárja tőled, hogy te segíts ezeken a dolgokon átlátni. Ez a torony utalhat egy bírósági ügyre is,
és ebben az esetben ez az uralkodó lehet a bíró, és az lehet nála a vállás, vagy egy örökösödési ügy, ahol be kell bizonyítani magát. Amit még ez a torony jelenthet, ezek az érzelmek, a félelmek, a bizonytalanságok, mert így hat ránk. Ilyen esetben fogva érezzük magunkat. Lehetnek korlátozások is, és ezáltal vannak ezek a félelmek, és ez olyan, mint egy labirintus. Kell egy kiút, kell egy lehetőség áttenni magunkat ezeken az érzelmeken. És akkor az biztosítja a felszabadulás érzését, és az segíthet abban, hogy végre fel tudjunk lélegezni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!